Akkor lássuk. Pár perc és már lángol a szoba. A tűz akár egy őrizetlenül hagyott adventi koszorú gyertyájáról is átterjedhet a függönyre és a berendezési tárgyakra, hogy milyen gyorsan, azt korábban egy látványos bemutatóval szemléltették a győri tűzoltók. Pár nappal karácsony után pedig arról sem szabad megfeledkezni, hogy a fenyő fokozatosan veszít nedvesség tartalmából, így akár a csillagszóró egyetlen szikrájától is lángra kaphat, mondja a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője. Szobahőmérsékleten a fenyő a nedvesség tartalmából fokozatosan veszít, így napról napra a gyúlékonysága is nő. Semmiképp sem javasolt gyertya vagy csillagszóró használata a fenyőkön, hiszen a száraz, gyantás fenyő a csillagszóró akár egy szikrájától is lángra lobbanhat, és nagyon gyorsan tovább terjed rajta a tűz. Óvatosan kell bánni az adventi koszorúkkal és a mécsesekkel, de még a fényfüzéreket is jobb, ha kihúzzuk a konnektorból, ha elmegyünk otthonról. Szilveszter közelettével pedig érdemes odafigyelni a tűzi játékok megfelelő használatára, illetve tárolására is. A megvásárolt tűzi játékokat ne felejtsék az autóban, hiszen idő előtt is működésbe léphetnek, és az egész jármű kiéghet miatta. Nagyon fontos, hogy otthon is megfelelő körülmények között tárolják a tűzi játékokat, napfénytől, nedvességtől, hőtől távol tartsák, kisgyerekek, házi állatok se férjenek hozzá. A tárolásnál fontos szempont, hogy benzin és egyéb éghető anyag se legyen a közelében a tűzi játéknak. A szilveszteri tűzijátékokat természetesen csak szabadtéren lehet használni, néhány szabályt azonban itt is be kell tartani. A szilveszteri tűzijátékok csak szabadtéren felhasználhatók, ez lehet akár közterület is, vagy valakinek a saját kertje, udvara. Ablakból és erkélyről azonban soha ne indítsanak pirotechnikai termékeket, és ugyanígy ne indítsák ezeket a termékeket se fák alól, se pedig vezetékek alól, vagy az épületek oldalából. Schreindler Ágnes hozzátette, minden pirotechnikai termék mellé használati utasítás is jár, ami részletesen leírja a termék működtetésével kapcsolatos tudnivalókat. Ezeket már csak azért is érdemes betartani, mert szilveszter éjjelén országszerte 20-50 riasztást kapnak a tűzoltók tűzijátékok miatt keletkezett tüzekhez.